Köszöntöm nézőinket, köszöntöm a stúdiómban Szelek Király Andreát, a Karcagi Járási Hivatal vezetőjét. Köszöntöm én is a nézőket. Nem ismeretlen másokak előtt, hiszen a Karcagi Szakadémiában dolgozott korábban. Most hivatalvezetőként mit tart a legfontosabb feladatának? A Karcagi Szakképzési Centrumban eltöltött idő alatt nagyon megszerettem a várost és az embereket, ezért is nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Karcagi Járási Hivatal vezetőjének kértek fel. Elődöm egy remek csapatot hagyott maga után, ahol a szakmai elhivatottság és az emberség mindennél fontosabb, ezért célom, hogy ezt a színvonalat fönntartsam. Továbbá nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a kollégák szakmai továbbképzésére, ezért azt gondolom, hogy a járási hivatal egy lendületes, gyors kiszolgálású, ügyfélbarát járási hivatallá tud válni. Hány település tartozik Önökhöz, és milyen ügyeket tudnak intézni az állampolgárok? A Karcagi Járási Hivatal illetékességi területeihez 5 település tartozik. Karcag a székhely település, Kisújszállás, Kunos, Kenderes és Berekfürdő tartozik hozzá, ez közel 42 ezer lakost ölel föl. A Karcagi Járási Hivatalnak 6 osztálya van. Kormányablak osztály, ez 2 településen található meg, Karcagon és Kisújszálláson. Vagy hatósági, gyámügyi, foglalkoztatási, népegészségügyi, élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály. E 2 utóbbi 3 járást is lefed. Ez közel 80 ezer lakos, 19 település, tehát számos feladatot lát el e 2 osztály is. A foglalkoztatási osztály fogadási helye változott. A Madarasi út 27 szám alól a Kossuth tér 1 szám alá költözött. Valószínű úgy jobban ismeretes itt a karcagiak számára, hogy a régi rendőrségi költözött be. Zökkenőmentesen folyt az átköltözés, és az ügyfélfogadási időben pedig nem volt változás. Azt gondolom, hogy a karcagiak könnyű helyzetben vannak, hiszen helyben van. Viszont van olyan település, ahonnan be kell idejönni. Az ő munkájukat is segíti a kormányablakbusz. Kollégáim elmondása szerint a kormányablakbusz nagyon népszerű volt a környéken. Nyilván azok az ügyfeleknek, akiknek közelben kormányablak, ez nagyon-nagyon nagy könnyebbséget jelentett. Nyilván mentesültek az utazási költségektől, hatékonyan tudták és gyorsan tudták az ügyeiket intézni. Főként okmányügyintézés céljából vették igénybe ezt a szolgáltatást. A kormányablak busz tavasszal újraindul, a menetrenddel kapcsolatban a kormányhivatal.hu-n tudnak érdeklődni a lakosok. Azt gondolom, hogy ez egy jó ott élőknek, hogy nem kell majd bejönniük Karcagra. Sikerült-e megismerkednie a települések vezetőivel, hiszen amikor itt dolgozott, még nem mindenhol ugyanazok voltak a vezetők. Igen, sikerült. Az év első hetében egy egyeztetés keretében valamennyi polgármesterrel sikerült megismerkednem, és biztosítottam őket arról, hogy forduljanak hozzám bizalommal. Viszont sokan szoktak támogatott pályázatokon részt venni, munkáltatóként is, és munkavállalóként is. Lesz erre lehetőség idén? A jelenleg futó uniós programon belül is van most lehetőség a munkáltatók és az állós keret támogatására. Ezen célcsoport, akiket lehet támogatni, jelentősen lefedik a jelenleg nyilvántartott álláskeresők körét. Az álláskeresők, akik munkavállalóvá, vállalkozóvá szeretnének válni, azt is tudjuk támogatni. Abban az esetben, hogyha a vármegyén belül valósul meg a vállalkozása. Az év második felében várható munkaerőpiaci programok, amelyről folyamatosan tájékoztatást fogunk majd adni. A jelenleg futó közfoglalkoztatási program az február 28-án lezárul, és március 1-jével indul az újabb program. A 2023 járási startprogram az most tervezés alatt van, szorosan együttműködünk az önkormányzatokkal és a közfoglalkoztatókkal. Én azt gondolom, hogy van lehetőség támogatásra, és bármilyen kérdésük van a lakosoknak, ügyfeleknek, forduljanak hozzánk bizalommal. A foglalkoztatási osztály munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.
És ahogy mondtuk, ők már a volt rendőrség épületében, a Kossuth tér egy szám alatt állhatok. Azt gondolom, hogy ezt azért meg tudjuk erősíteni, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy a Madarasi útra menjen. Azt gondolom, hogy sokan fogják önöket majd keresni. Az elhangzottakból azért az kiderül, hogy az önmunkája nem egy 8-tól 4-ig tartó hivatalvezetést jelent, de mi jelenti a kikapcsolódást? Hivatali munka után, hogyha lehetőségem van, akkor a horgászást választom kikapcsolódásnak. Gyermekkorom óta horgászom, imádom a tisztát és azt a szalmat, amit ez a hobbi ad számomra. Igaz, nagyon ritkán van rá lehetőségem, hiszen van egy 4,5 éves kisfiam, és inkább az időmet vele töltöm és a férjemmel. És hát akkor majd beszámolunk a nagy rekordfogásokról, amikor a horgászok szoktak dicsekedni, hogy mekkora halat is fogott. Én azt kívánom, hogy azért ebben is legyen sikeres. Én jó munkát kívánok önnek, és visszavárjuk egy következő beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.